az önök kérdéseit teszem fel. A vendégünknek Margot Szerszámban a Budapesti Külpályi építészének. Rögtön itt is van az első kérdés. Ön szerint egy 21. századi közparkba milyen park használati funkciót szabad lehet beengedni a közpark érdekeit is szem előtt tartva, és mik azok a tevékenységek, amiket inkább távol kell tartani ezektől a parkoktól. Elmondom, hogy napi szinten nekünk mik okoznak a legnagyobb problémát a általunk üzemeltetett közparkokban. Egyrészt van egy nagyon jelentős rendezvény igény, ami már olyan jelentőssé változik, hogy adott esetben egy közparknak a értékes növényzetét teszi tönkre. Tehát látjuk azt, hogy például a Városliget, ami most már állami kezelésben van, ott egymást érik a fesztiválok, és ezt csak úgy képesek fönntartani, hogy minden egyes fesztivál után gyakorlatilag kicserélik a növényzetet. Tehát ez érinti az évelőket, a gyepet, adott esetben mondjuk fákat is érint, nagyon rosszul. A Tabánban ugye van egy hagyományos rendezvény, gyere ki a hegyoldalba. Miközben a Tabán felújítottuk egy rendkívül nagy összegből, és új kerti útfurkolatok keletkeztek, új funkciók, növényzet, stb. Ez a két funkció, ez kezdi nagyon ütni egymást. Tehát egy-egy ilyen tabáni fesztivál után sok milliós károk keletkeznek csak a gyepben, adott esetben mondjuk történeti fákban is, amik vissza nem fordíthatóak, tehát mondjuk egy színpadépítés, elbontás, ott mozognak darus autók, önmagában az építőmunkásoknak a nem törődömsége az iszonyatos károkat tud okozni. Tehát egy nagy problémája van a budapesti közterületi szerkezetnek, hogy egy nagyon kevés olyan terület van, ami rendezvény, nagy rendezvény megtartására alkalmas, és nagyon sok rendezvény szervező ezért elkezd rárepülni, hogy ezek közparkokba legyenek, meg egyébként is olyan trendi, hogy hát természeti környezetben legyen valami megszervezve, úgyhogy ez nekünk kifejezetten problémát okoz. És például a Jane Henning rakpart átalakításától azt várjuk, hogy ugye ez egy burkolat terület, hogy itt keletkezik egy olyan belvárosi rendezvényterület, ahol adott esetben mondjuk le tudjuk venni a terhelést a Szabadságtérről, a Március 15-i térről, azokról a belvárosi terekről, amiken fesztivál hátán, és nem tudunk ezzel mit kezdeni. Akkor amivel nagyon sokszor meggyűlik a bajunk, hogy rengeteg a fővárosban a kutyatulajdonos, és ez, a számuk az nem csökken, nem stagnál, hanem nagyon exponenciálisan emelkedik. És különösen a Covid után, vagy a Covid közben nagyon megszaporodott a kutyásoknak a száma. És azt tapasztaljuk, hogyha van egy kijelölt kutyafuttató, akkor ott ebből a kutyafuttatóban minden növényzet elpusztul, mert annyira intenzív a kutyás használat, hogy ezt egyetlen növény sem bírja ki. Éppen ezért azzal kísérletezünk, hogy a nagyobb parkokban ilyen kísérleti jelleggel elkezdünk olyan részterületeket kijelölni, amiket úgynevezett integrált kutyás parkként, azt mondjuk, hogy ez kutyás és nem kutyás használhatja közösen. Vannak házszabályok, amit be kell tartani, például az, hogy visszahívható legyen a kutya egy közterületfelügyelő által, vagy hát különben össze kell szedni a végterméket, és a többi. De hogy nem zárjuk be egy ilyen mesterséges gettóba a kutyatartókat, hanem azzal, hogy egy kicsit a kultúrát, kutyatartásnak a szabályaira ráerősítünk, és ezzel kapcsolatban dolgozunk ilyen kutyás civil szervezetekkel is. Egy
egy kicsit más minőségűvé tesszük ezt a funkciót. Nagyon sok problémánk van azzal, hogy sok közparktervező önkormányzat gondolja úgy, hogy az zöldfelület fejlesztés az kimerül abban, hogy nagyon sok burkolt területet, gumiburkolatot, műfüvet, stb. Rakunk a parkba, és ez zöld fejlesztés. Tehát, hogy egy parknakban az a normális arány, hogyha minimum 70% a zöld felület, van 20-25%, ami azért burkolt terület, mert a parki utakat, a fenntartást biztosítani kell, anélkül, hogy kitapossuk mondjuk a növényeket, és maximum 3% az, ami beépített terület, de az is a parknak a céljait szolgálja. Ugye a Városligetben arra törekednek éppen, hogy 7%-ban beépítsék a közparkot. De nem lenne elég építési terület máshol. Ez önmagában túlterheli a parkot. Tehát, hogy ezekkel a kulturális létesítményekkel, épületekkel az következik, hogy egyetlen múzeumot sem lehet rentábilisan fenntartani, tehát akkor az üzemeltető majd elkezd céges bulikat, VIP partikat, esküvőket, minden egyébet oda szervezni, amitől a zöld felület maga is terhelődik. Tehát, hogy valahogy azt az arányt kell mindig megtalálni, hogy egy zöld felület az borzasztóan sérülékeny, és a terhelést össze kell a terhelhetőséggel szabni. Tehát nem szabad túl használni, most is éppen a Kövesi Közterület használati rendeleten dolgozunk, úgyhogy próbálunk ilyen limiteket szabni ezeknek a rendezvényeknek. Van, ahol ez mondjuk időbeli korlát, hogy két rendezvény között minimum el kell tenni egy hónapnak, hogy regenerálódni tudjon a gyerek, vagy vannak olyan területek, ahol azt mondjuk, hogy hát az az összfelület évente 3 vagy 5 rendezvényt bír el, és nem többet, és akkor így próbáljuk egy kicsit korlátozni ezt az óriási terhelést, mert iszonyon nagy a zöldéség önmagában is, tehát a parkhasználók száma folyamatosan nő a városon belül. És hát ezeket a nagy rendezvényeket máshol is meg lehet, sportcsarnokokban, bárhol máshol, nagy burkolt felületeken is tartani, csak ez valahogy nem akarodjuk sokszor. És hát nem szeretnénk egyetlen fővárosi parkos a lomkoron is éppen. Nagyjából ez. Köszönjük szépen. Következő kérdés. Addig is, amíg a szép terv meg nem valósul, a Csepeli északi sziget csúcson, lehetne csinálni ott valami viszonylag olcsó, egyszerű dolgot, hogy használni lehessen addig is azt a területet, esetleg valamilyen közösségi kert? Ez a terület jelenleg el van kerítve, és az én tudomásom szerint még nincs állami tulajdonban a nagyon jelentős része. Tehát a folyamat az ott rekedt meg, hogy még nem történt meg a kisajátítás sem. És éppen ezért nem köztulajdonban van, hanem valamilyen fejlesztő cég, bank, fogalmam sincs, de hát ez még nem vagyunk semmi, sem az állam birtokon belül. Úgyhogy így nagyon nehéz. Köszönjük szépen. A következő kérdés. A kerületi fák kóddal lettek ellátva. Egy kis tábla került felszögelésre. Nem vagyok benne biztos, hogy a főkert helyezte el. Szerintem negatív, hogy a kezelő, aki az elmúlt 10-15-20 évben meg sem közelítette a növényt, azt az ott lakók ápolták, eddig is, eddig jut csupán. A fa kateszter alkalmazás elterjesztésére milyen teendők vannak még? Ez egészen biztosan a főkert helyezte el. Csepelen belül nagyon kevés olyan terület van, ami fővárosi tulajdonban, kezelésben van. Ezek jellemzően a nagy főutak mentén, ahol valamilyen tömegközlekedés van, azok vannak általában fővárosi tulajdonban, kezelésben. Az összes többi az kerületi vagy állami.
Azt én pozitívunként értékelem, hogyha megjelentek ezen kis táblácskák, mert az annak az előjele, hogy észül Csepelen a fakataszter. Ezektől nem kell túlságosan megijedni, ez egy szakmailag is alátámasztott ügy, hogyha egy szöggel nem teljesen beverve, hanem félig beverve van egy táblácska. Ez a fában nem okoz nagy problémát. Ugye a fa az akkor sérül igazán, hogyha teljes körméretén megsérül. Az összes szállító szövete az nagyon közel a kéreghez, a következő sejt sorban helyezkedik el. Ha egy ponton megbököm a fát, attól még csodálatosan fog működni, ez a seb be fog hegedni, és pont azért van félig beverve a szög, hogy kihúzható legyen. Én nagyon örülnék neki, hogyha elkészülne Csepelen olyan fakataszter, amit mi be tudnánk integrálni a Budapest határa alkalmazásba. Ugye ebben úgy haladunk előre, hogy rendszeresen megkeressük a kerületeket, hogy az ő fáik is szerepeljen benne. Jelenleg 5 kerületnek a fái szerepelnek a fővárosi önkormányzat fái mellett az egyesített nagy budapesti fakataszterbe, és 20-30-ig nekünk az a célunk, hogy minden kerületnek a fáiról mindenki tudja, hogy az kihez tartozik. Ez borzasztóan bonyolult kérdés, de hogyha ez összeállna, akkor az ember sétál az utcán, bekapcsolja az applikációt és megnézi azt a fát, ami mellett áll, és az adatlapjából egyértelműen kiderül, hogy az most fővárosi fa, vagy kerületi fa, vagy legrosszabb esetben mind a kettő, mert én tudok olyan fáról a fővárosban, nem is egyről, aki szerencsétlen módon két helyi számnak a határán nőtt, és az egyik fele az fővároshoz tartozik, a másik fele kerülethez, vagy olyanról is tudok, ami 3 kerület határán. 3 kerülethez tartozik, és minden kerületnek saját szabálya van arra, hogy hogyan védje meg a fát, és hogyan kell pótolni. Tehát, hogyha ahhoz a fához hozzá van nyúlva, akkor az, aki hozzá nyúlt, az bele fog konkrétan és egészen biztosan őrülni ennek az ügyintézésének. De bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a... Köszönjük szépen a következő kérdés. Az evező pálya projekt keretében a Gubacsi híd látványtervei zöld növényfüggönnyel készültek el. Mik a tapasztalatok, nehézségek a városi zöld hidak üzemeltetésében? Hát nincs ilyen tapasztalat, és nem is szeretnénk ilyen tapasztalatokat szerezni. A látványtervet azt mindenki azon szinten kezelje, hogy az nem több, mint egy jó sikerült mosókor reklám. Nem terv. Egészen biztosan nem terv. Ez egy... Ha valaki meghallja azt a szót, hogy látványterv, akkor meneküljön. Tehát igazán műszaki tervekből, alaprajzokból lehet kideríteni, hogy valójában mi készül ott. A látványterv az arra készül, hogy az ellenség megtévesztésére. Tehát, igazából egy épített szerkezeten zöld felületet üzemeltetni az a legköltségesebb greenwashing a világon. Tehát tudomásom szerint még minden fa gyökérben végződött, és minden növénynek van gyökere. Vasbetonból viszonylag ritkán szoktak kinőni növények, és éppen ezért borzasztóan nehéz fenntartani őket. Tehát mindaz a ingyenes ökológiai szolgáltatás, amit egy talaj képes biztosítani, a talaj élettől, a vízháztartáson keresztül, a gyökereknek a megóvásáig, azt egy mesterséges közegben mesterségesen kell utánpótolni. És az borzasztó sok energiabefektetés, nagyon sok üzemeltetési költség, és Budapesten, amit üzemeltetni kell, az általában nem szokott hosszú távon működni. Úgyhogy bolondbiztos zöld felületeket kell csinálni, aminek lehetőleg mindennek talaj kapcsolata van. Tetőkertek, a zöld falak abban az esetben működnek, hogyha a lehető legegyszerűbb eszközöket használjuk, tehát
földfalak esetében a repkény és a vadszőlő, ami Magyarországon működik, mert ahhoz támberendezésekkel azok tudnak kapaszkodni. Abban az esetben, hogyha a magmáit biztosítjuk, hogy talajban tudjanak nőni. Tetőkertek esetében pedig csak az extenzív tetőkertek, tehát az ilyen osgás, szukkuláns, térsivatagi növényekkel teleültetett tetőkert az, ami bolond biztosan működtethető. Ez nagyon kívánatos is, mert hogy tetőkertek esetében ugye ezt az inaktív felületnek a csökkentését, a hősziget jelenségnek az oldását nagyon egyszerű eszközökkel meg lehet oldani. Minden, ami ennél bonyolultabb, az bonyolultabban üzemeltethető, az ezerszer több erőforrást, energiát igényel, és valószínűleg a vége egy kudarc lesz. Úgyhogy én nem fogok tapsolni egyetlen zöld hídnak sem, egyetlen intenzív tetőkertnek sem, egyetlen Patrick Blanc féle ilyen nagyon intenzív falnak, ami fel van ültetve ilyen nagyon exkluzív növényeknek. Ezeket bankok, meg nagy olajtársaságok presztízsből engedhetik meg maguknak. Arra van pénz, hogy ezt föntartsák és hirdetsék, hogy ők milyen fantasztikusan zöldek, de az ökológiai értékük minusz 200. Nem is nulla. Köszönjük szépen. A következő kérdés. A felhőkarcolókon kívül mi az, ami még ki tudja billenteni a nyugalmából? A wifi. Köszönjük. A következő kérdés. Egy tájépítész hol pihenteti a szemeit? Szeret például kirándulni? Igen, nagyon szeretek. Egyrészt nagyon-nagyon szeretek utazni, és hát a családom a negatív elszenvedője annak, hogy ilyenkor is helyszínenek. Tehát, hogy igazából nekem az a kikapcsolódás, hogy meg a föltöltekezés egyik módja, hogy megtapasztalom, hogy más városokban hogyan működnek az zöld felületek, hogyan üzemeltetik őket. És ennek a legjobb módja az, hogyha az ember föl kell hajnalban, és elkezd futni az adott városban, és ugye az üzemeltető cégek általában hajnalban a legaktívabbak, és akkor lehet látni, hogy ezt egy várost jól üzemeltetnek-e vagy rosszul. Ez az egyik hobbim. A másik hobbim az a kék túra. A kisfiammal 6 éves korában kezdtük el, egyre gyorsabb ütemben haladunk. Először én vittem a nagy hátizsákot, és ő a nagyon picit, és nagyon keveset mentünk. Most már jutottunk abba a korszakba, hogy ő viszi a nagy hátizsákot, és még rám is szól, hogy miért vagy ilyen lassú. De igazából mindig van egy ilyen apás, apafia hét a nyáron, amit a kék hétnek kereszteltünk el, és még szerencsére a 16 éves idői hajlandóan jönni velem. Köszönjük szépen! Következő kérdés. Szakmai kapcsolataiban milyen arányt képviselnek a szakmát és a politikát túlzottan keverő tárgyaló partnerek? Egyáltalán kiiktatható-e a tárgyalásokból az aktuál politika? Hát szerintem 30%-ból nem iktatható ki. Én arra törekszem, hogy én nem foglalkozom pártpolitikával, nem is értek hozzá, és nem is akarok érteni hozzá. A politikát azt nagyon sokan ezen a síkon értelmezik, csak szerintem abban van dolga minden ágazatnak, hogy a szakpolitikákban tanácsadóként, véleményformálóként jelen legyen. Ez is politika, ugye a politika az a polisz szóból eredeztethető, és ugye a görög városállamokban a város ügyeivel való foglalkozás jelentette. Na most a zöld felületeknek a kérdés az szerintem hozzátartozik a város ügyeihez, és ilyen értelemben én politizálok.
és egyszer megtanultam, hogy van egy másik görög szó, az idióta, aminek az eredeti jelentése az az, hogy az a szabad görög polgár, aki nem foglalkozik a város idejével. Ezeknek a szavaknak a jelentése kicsit átalakult, de még most is aktuálisak. Köszönjük szépen! És itt is van a következő kérdés. Van-e arról tudomása, hogy elkészül-e egyáltalán, és ha igen, mikor készül el a Galvani híd, illetve a hív meghosszabbítása a Calvin térig? Én azt mondom, hogy szüneteltetik a ezzel kapcsolatos eljárást. Ugye környezetvédelmi engedélye nincsen ennek a hídnak, és több civil szervezet, többek között a viselkedővédők ezt folyamatosan napirenden tartják. Én nem tudok róla, hogy ez a kérdés az előrébb jutott fel. Nagy valószínűséggel, ha nem is évtizedekkel, de egészen biztos, hogy egy évtizeddel reálisan tolódik ennek a hídnak a kérdése. És valóban az nem is a híd a legneuralgikusabb pont ezzel kapcsolatban, hanem az Újbudai, illetve a 9. kerületi tovább folytatása, hogy ez milyen nyomvonalon, hogyan történhet. Ugye 6 vagy 7 nyomvonal változat van csak a 9. kerületi oldalon, és talán az egyik legkörnyezőbb e-mailünk az az lenne, ami a Ferencvárosi rendező pályaudvar fölött, vagy alatt, vagy rajta menne el elkerülve ennek a kisebbnek a térségét, de ennek viszont nagyon sok ilyen technikai, vasúti, üzemeltetési minden egyéb problémája van, úgyhogy én nem számítok ebben nagyon, nagyon gyors megoldásra. És a hív? A hív az szintén alálistán van. Nem tudom, ki kérdezte, bocsánat, csak annyit én a múltkor a Lázár Jánosnál rákérdeztem, hogy mi van, azt mondta, a kiviteli engedélyig eljutnak, onnantól kezdve nincs pénz végre. Ezt a névre mondta? Igen. Köszönöm. Ugye annak a legfontosabb eleme, ez a nagyon fontos eleme a Csepeli szakasznak a rendbetétele is, de ugye a hosszú távú elképzelés az az, hogy a Szentendrei év és a Csepeli, illetve a soroksári hív, az soroksári úton keresztül már a Boráros térnél felszín alatt jöve elmegy egészen a nyugati pályaudvarig, majd onnan a Szent István park, illetve a Margit sziget érintésével csatlakozik a Csepeli hívhez, M5 metróként, és ez önmagában is több évtizedes projektnek hangzik, de az, hogy ebben nem történik komolyabb előrelépés, az azt, hogy kérdően rá, hogy most jelen nincs kormány szándék ennek a kivitali folytatásának. Köszönjük szépen! Következő kérdés. Tud-e mondani egy olyan megbízható helyet, ahol őshonos mezeinyvirágok magkeverékét lehet megvásárolni? Eláruljuk a legjobb forrásainkat. Hát tájépítés szakmának vannak ilyen titkos forrásai Kecskemét, illetve Szeged környékén, ahol ilyen félőrült magbank ütögető, nagyon kis üzemben foglalkoznak őshonos növényeknek az előállításával. Én azt tudom mondani, hogy a Google a barátod alapon, hogyha azt a két szót az ember beüti, hogy őshonos és magkeverék, akkor fog tudni találni is mennyiségben olyan magot, ami mondjuk egy családi házkertben jó szívvel elültethető. Tehát vannak ilyen források kis mennyiségben, itt nekünk a legfőbb problémánk az az, hogy 30 hektára nincs. De mondjuk egy kisebb partnyi mennyiség is van. Azt tudom még javasolni esetleg, hogy a soroksári botanikus kertnek a magbankjában kell
utakodni, illetve ott jó kapcsolatokat ápolni a botanikus kert vezetőivel. Nekünk 7 évvel ezelőtt egy 100 négyzetméterre elég magot tudtak szolgáltatni a kísérleteinkhez. Minden évben kb. Ennyi összejön. Nagyon jó kell helyezkedni, hogy az emberi magukhoz hozzájusson. Köszönjük a következő kérdést. Hogyan lehetne azt elérni, hogy a soroksári Duna ágon gyalogos forgalom céljából épült hidak készüljenek? Hát ugye maga ez az Észak-Csepeli park is tartalmazott egy ilyen hidot, ami a Nagyvágó híd térségét a Diákváros Fudan Egyetem Iki helyezze el, onnan egy gyalogos híd kötött volna át a közparkba. Tehát, hogy ilyen tervek koncepció szinten vannak. Hogy mikor lesz ebből valóság, nem tudjuk. Pénzkérdése, politikai akarat kérdése, stb. Stb. Tehát én ugye Bécsben is van egy olyan Duna-szakasz, ami szabályozott. Tehát nem a Öreg Dunához tartozik, hanem az Öreg Dunához nézel, ami úgy néz ki, hogy van egy sziget a Dunában, és az egyik ága, egyik oldala, az vízszabályozott, tehát nagyjából olyan szabályozott víz van benne, mint a Soroksári Dunaágban, Lászlóvi Soroksári Dunaágban. És ott a bécsiek csináltak egy pontonhidat. Ez egy ilyen szabályozott víztestnél, egy nagyon költséghatékony, borzasztóan egyszerű módja annak, hogy gyalogos hidat létesítsünk egyik oldalra a másikra. Ez nem kerül milliárdokba. Ez a két önkormányzat, amely Pest Erzsébet és Csepel közös projektjeként is meg tud valósulni egy néhány 10 milliós összegből. Szerintem ez például egy reális célkitűzés, hogyha vannak ilyen önkormányzati hajlandóságok. Köszönjük szépen. Következő kérdés. A fővárosi zöld felületek bővítésének érdekében lehetne kötelezni a nagy bevásárlóközpontokat, szupermarketeket, nagyobb kiterjedésű épületeket és ezek parkolóit, hogy a tetejükre parkokat, fákat telepítsenek, esetleg napelemekkel. Vissza lehetne így adni az épületek által elvett területből? Ez mindig abban az esetben lehetséges, hogyha ez a bevásárlóközpont még nem épült meg. Tehát egy önkormányzatnak kb. Addig van beleszólása a történetekbe, amíg az ő önkormányzatnak általában az eszköze, hogy ő határozza meg a szabályozási tervben, hogy mi építhető és mi nem. Ebben a szabályozási tervben már meg van határozva, hogy építhető oda bevásárlóközpont, de nincs benne szabályozva, de csak zöldetőben, akkor vége. Tehát onnantól kezdve már nincs tárgyalási alap. Ezt az építési törvény egyébként településrendelési szerződésnek nevezi ezt az eszközt, ami egyrészt a szabályozásban elő lehet írni ilyeneket, másrészt pedig annak érdekében, hogy valamilyen kedvezményt kap a fejlesztő, akár mondjuk beépítési százalékba, akár magasságba, szinterület mutatóba, bármire, cserébe kérhet valamit. Ez nagyon sokszor elmarad, tehát sok önkormányzat nem él ezzel a lehetőséggel, de a cserébe kérhet valamit, abban a tárgykörbe a csatornázástól, a óvoda létesítésen át, az út létesítésen keresztül a zöld felületek létesítésén beletartozhat. De sajnos, hogyha ez a hajó elment, tehát hogyha az a bevásárlóközpont már megépült, és nem akar még valami olyat építeni, ami nem fér bele ebbe a szabályozási tervbe, akkor utólag erre nem kötelezhető. Köszönjük szépen! Következő kérdés, mi a véleménye a Jedlikányos gimnázium új épületéről? Értékelje város ökológiai szempontból a beruházást? Hát
nem ismerem, érdünk támogatni gimnáziumot. Az építési minisztériummal és a hatóságokkal. Hát gondolom építés hatóságokkal gondolunk. Itt az asztalnál már beszéltem arról, hogy korábban az építés hatósági ügyek azok önkormányzati hatáskörben voltak. Na most hogy nem, és itt fontos a dátum, itt 2020 februárjától, tehát mondjuk néhány hónappal vagyunk az önkormányzati választások után, ez egyszer csak kormányhivatali hatáskörbe került át. Tehát építés ügy, konkrétan építési engedélyek megadása vagy nem megadása, bírságok kiszabása, az innentől kezdve kormányhivatali, kormányzati hatáskör. Az önkormányzatok kezében egyedül a szabályozási terv készítése maradt, amivel hatással lehetnek rá. Az ellenőrzés már nem az ő feladatuk, az építési engedélyek kiadása sem az ő feladatuk. Úgyhogy ez egy borzasztóan nehéz helyzet. Az építésügyi minisztériummal tudomásom szerint van valamiféle párbeszéd. Azt tudom, hogy szakmai, tehát mondjuk építészeti, tájépítészeti, kertészeti kérdésekben ott elég intenzív is, de ez nem önkormányzati szinten zajlik, hanem szakmai szövetségek szintjén. Ugye most van napi renden az új építési törvénynek az elkészítése, ahol azért vannak olyan momentumai is ennek a tervezetnek, amik tényleg előre mutatóak, azt kell, hogy mondjam. Sajnos maradtak benne kis kapuk, és elvallottan szállott. Ugye most zajlik éppen ennek a egyébként 250 oldalas törvény, tehát iszonyú. Ebbe beleintegrálták magát a kamarai törvényt is, azért ilyen nagy, illetve beleintegrálták azokat a kiemelt tájegységeket, tehát mondjuk a Balaton, az agglomerációs törvény, ami korábban külön törvény papokat alkottak. De az látszik, hogy például ebből a tervezetből, illetve magából a kodifikált jóanyagból, hogy sokkal hangsúlyosabbá válik a zöld felület védelme, sokkal hangsúlyosabbá válik a rehabilitáció az új építések helyett. Nem lehet például mondjuk zöld területet átminősíteni beépítésre szánt területté, erdőt se, természeti területet se. Ezek jó irányok. Szerintem megint ott követik el azt a hibát, hogy ezzel párhuzamosan például az adó jogszabályokat nem változtatják. Tehát mindig attól szenvedett az építési ügy, hogy az építési szakmai koncepcióban már nagyon régóta téma ez, hogy inkább több rozsdaövezeti rehabilitáció és kevesebb zöld mezős beruházás. De ez addig nem fog működni, amíg ennek nincsenek másik oldalon gazdasági ösztönzői vagy büntetőadói korlátai. Tehát szerintem megint így fog elcsúszni a történet. Látok én személy szerint is jó tendenciákat most ebben az új építési törvényben, de hát nem vagyok 100%-ig elégedett. Fővárosi szinten, politikai szinten is zajlik Lázár Jánossal beszélgetés, előkészítése, úgy tudom, de ezekben nem vagyok belefolyatva, hogy ez csak ilyen fősói plegykát volt tovább adni, hogy a fővárosnak politikai vezetése is készül egy ilyen diplomáciai látogatásra a újépítési törvényszerűen. Köszönjük szépen. A következő kérdés. Gondolkodtak-e azon, hogy a kert tulajdonosokat edukálják a kertek használatára vonatkozóan, mit és hogyan ültessenek, hogyan használják a kertjeiket? Van több olyan elindított pályázati program, ahol kifejezetten ezt a célt szolgálják.
Ugye, ami már több éve zajlik, ez az égi érő fű nevezetű programunk, ami elsősorban inkább a belső kerületi, belvárosi, nagyon kevés zöld felülettel rendelkező olyan társaságokat célozza meg, akiknek a belső útvarainak a zöldítésével próbáljuk ezt a rendkívül zöldszögleti arányt egy kicsit növelni. Ugye a belvárosban az is egy extra probléma, hogy amerre csak nézünk a közterületen, ott, hogyha rávetítjük a közműtérképet, ott mindenütt találunk egy közműtet. És emiatt már szinte lehetetlen fásítani. És vagy nagyon sokba kerülne a közművet kiváltani, tehát itt több 10 milliókról, az esetben milliárdokról beszélünk közművi fajtákról függően. És ennyi pénze fölítésre soha nem volt önkormányzatoknak. A másik ilyen csomag az, hogy futtatunk több éve egy közösségi költségvetési projektet, amihez úgy lehet csatlakozni, hogy van egy ötlet.budapest.hu oldal, ez minden októberben megnyílik, és azt a célt szolgálja, hogy alulról jövő kezdeményezéseket kavarjon föl. A fővárosnak költségvetéséből 1 milliárd forint van erre, amit közvetlenül a városkapók költhetnek el ilyen programokra. Először begyűjtjük az ötleteket, aztán van egy ilyen szakmai szűrés, mert hogy sok olyan ötlet van, ami nem ér le a földig. Tehát hogy az az ötlet, hogy létesítsünk egy alagutat az egész város alatt, és a tetejét meg vessük be erdővel, az valószínűleg nem fog tudni megvalósulni. De hogy rendkívül sok pozitív ötlet jött már, amiknek aztán miután van ez a szakmai szűrése, utána még ilyen projekt, fejlesztési szakaszokon átesik, ahol beszélünk az ötletgazdával, finomítjuk az ötletet, illetve aztán van egy ilyen közösségi szavazás is erről, hogy a sok jó ötletből melyik kapjon forrást, és ezt nem a főváros dönti el, hanem egy ilyen olyan fórum, amit általában mindig, vagy nem általában, mindig úgy verbuál a főváros, hogy random, de statisztikailag hitelesen kiválaszt olyan városkapókat, akik reprezentálják a főváros egészét korban, helyi eloszlásban és mindenféle egyéb paraméter alapján, és tulajdonképpen ez a közösségi gyűlés, az a fórum, ahol döntenek el a projektekről. Magának a folyamatnak az egész érdekes, mert nem csak a megvalósításból fektetünk nagy erőforrásokat, hanem amíg eljutunk a megvalósításig, addig az alapot városlakó megtanulja, hogy hát semmi nem egyszerű, mi mivel jár, milyen egyeztetésekkel, mi az, amit meg lehet csinálni, és mi az, ami nem jó ötlet, pedig nem is gondolta volna. Ekközben rengeteget tanul, közben pedig a hivatal is tanul arról, hogy mik a valós igények. És akkor ez egy ilyen oda-vissza tanulási folyamat, aminek a végén 2-3 év múlva jutunk el a megvalósításig, tehát ami 3 évvel ezelőtt volt nyertes projekt, azok kezdenek most szépen lassan megvalósulni. Ezek között volt olyan, hogy erdőtelepítés, volt olyan, hogy törjük fel az aszfaltot, ültessünk fákat, legyen több utcabútor, stb. Vagy olyan integrált játszóterek, ahol fogyatékkal élők között együtt játszhatnak épp társaikkal egy ilyen integrált játszószerezközben. Ezeket a projektek éppen a megvalósulás fázisában vannak, vagy az utolsó simításokat végezünk. És akkor ezek mellett van egy nagy álmunk, hogy a külső kerületekre is szeretnék egy olyan pályázatot, aminek az a neve Gyümölcsöző Kertváros, ahol jelenleg nincs a forrásunk, azért nincs. De azt terveznénk, vagy azt szeretnénk, hogy azok között, a kerttulajdonosok között, akik vállalják, hogy saját gyümölcsfákat ültetnek el és nevelnek, azok között a kertfa iskolájában
foglalkoztat bennünket nagyon élénken, mert vannak mindenféle műholdas felméréseink, amik azt mutatják, hogy a város a legnagyobb zöldfelületi csökkenést az elmúlt 30 évben nem a közterületein, nem az erdeiben élte meg, hanem azokon a zöldfelületeken, amik a kertvárosokból magántulajdonban vannak. A legnagyobb zöldfelület csökkenés az a kertvárosokban van. Óriási mértékben. Ilyenben benne van az is, hogy nagyon sokan nem szeretnek lombot söpörni, körök zöldeket ültetnek, azok kipusztulnak, mert a klíma már nagyon kevés erőből bírja, de benne van az is, hogy leburkoljuk a második, harmadik bankolnak, buszomedencék, wifi-re, teraszt létesítünk, vagy adott esetben mondjuk egy családi ház, egy társas ház lesz. Nagyon sok ilyen negatív folyamat van, óriási mértékű, és itt a legnagyobb mértékű a csökkenés. Valahogy érzékelőket meg kell állítanom, és ahhoz viszont a kertkultúrát, a kertnek a szeretetét, hogy milyen jó a kert, azt előtérbe kell adni. Köszönjük szépen! Következő kérdés. Nagyon tanulságos és élvezetes követni a Facebookos bejegyzéseit. Ez a tevékenység mennyi idejét köti le? Hát ezt vagy reggel, vagy este szoktam művelni a munkaidőben, és igazából ez egy ilyen terápia nekem. Tehát, hogy én legjobban írásban tudom magam kifejezni, én folyosó ember vagyok, akinek majd most egy óra múlva jut eszembe, hogy mit kellett volna igazán mondani. És írásban ez egyszerűbb, mert jobban át tudom gondolni, és a mondat szerkezeteim is jobbak lesznek. Ezek a bejegyzések vagy ilyen edukatív érdekből születnek, vagy pedig a napi szintű frusztrációt írom meg ilyen formában. Annak érdekében, hogy ebből lehetőleg közösebb tanuljunk. Szóval hát én feladatomnak érzem azt, hogy az zöldfelületek kapcsán egy valamiféle szemléletformálás, bevonás, beszélgetés, a közös ügyeink, a város ügyeinek, az zöldfelületeknek az átbeszélése, az megtörténjen. Nagyon sok olyan projektünk van, ahol alkalmazunk a korai bevonást, tehát hogy nem kész tervekkel érkezünk, hanem azzal, hogy hát tervezünk közösen, hogy beszéljük meg. Ezt nagyon sokan kétkedve fogadják, vagy úgy fogadják, hogy hát ki vagyok a szakember, most miért mi mondjuk meg. Én azt tanultam a közösségfejlesztői körökből, hogy mindig a parkhasználó a legjobb szakértő. És mi ezeket az erőforrásokat próbáljuk a jó, a pozitív irányba lendíteni. Ez nagyon sokszor úgy kezdődik, hogy az első néhány alkalom, amikor elkezdünk beszélgetni, az ilyen csoportterápia, mert hogy nagyon sok közösséggel 30 éve nem beszélgettek a saját környezetüknek az ügyeiről, és akkor meg kell hallgatnunk az elmúlt 30 évnek a sérelmeit, föl kell dolgoznunk, le kell nyelnünk, hogy most mi képviseljük az önkormányzatot, és rám ügyesek, amiért eddig nem beszélgetett velük senki, és amikor ezeken a kötelező körökön túl vagyunk, akkor tudunk elkezdeni velük dolgozni. Úgyhogy, hát sajnos én ilyen grafomán alkat vagyok, és nem Facebook méretű posztokat szoktam elhelyezni, hanem mondjuk ilyen újságcikk méretűeket, mert arról szocializálódtam, de talán nem bánják sokan. Köszönjük szépen a következő kérdés. Mit lehet kezdeni a 10 emeletes panel lakóhelyekkel hosszú távon? Hát szerintem energetikailag kell leginkább korszerűsíteni őket. Tehát én nem vagyok annak a híve, hogy bontsuk vissza őket. Ezek a panel épületek egy olyan korszakban születtek, amikor hiánygazdálkodásban
gyorsan nagyon sok embernek kellett lakáshoz jutnia. Ugye a világháború után a lakásállományok a világháborúban a lakásállománynak jelentős része elpusztult, közben a Budapest lakossága a viparosodás miatt borzasztó mértékben megnövekedett, és ez volt az egyetlen lehetőség, hogy, hogy ezeket gyorsan olcsóbbra húzzák. Megérzem, hogy ezek a paneles beépítések ma Budapesten a legnagyobb zöldszövetű arányra rendelkező területek. Itt van a legnagyobb terület lakosság vagy lakás arányosan. Ugye annak idején volt egy olyan ökölszabály, hogy minimum 7 négyzetmétert egy lakásra zöld felületből ezekben a lakótelepeken telepíteni kell. Na most milyen furcsa, hogy ezeket lakótelepeknek nevezzük, és legnagyobb zöld felületi arányban rendelkeznek, és milyen furcsa, hogy van a lakópark, ahol a legkisebb a zöld felületi arány és lakóparknak nevezzük. Tehát, hogy én különösen a szociál időszakban lépünk, tehát hogy volt egy borzalmas korszak az 50-es évek, Rákosi korszak, a Vas és Acél országa, ami egy olyan emberléptékű, emberközpontú, szociál építészetet hagyott kikörökül, amiben ma egész egyszerűen jó élni. Ezek a négyszintes lakótelepek, még a kanál korszak előtti korszak volt, milyen furcsa, hogy egy ilyen embertelen korszak ilyen igazán emberközeli beépítéseket hozott létre. Szerintem a paneles lakóépületeknek az egyetlen, illetve két nagy problémájuk van a hangszigetelés és az energetika. Hogyha ezt a kettőt, és itt nagyon fontos a városrehabilitációról beszélni újra, rehabilitálni lehet, akkor ezek nagyon élhető környékek tudnak lenni. Ugye abban az időben még nem csak lakásokat, hanem mellé az alapinfrastruktúrát, postát, kis áruházat, óvodát, iskolát, mindent telepítettek, majd lakóparknál hol van ez? Tehát még azért is meg kell küzdeni egy önkormányzatnak, hogy legalább egy nyomvat óvodát építsenek már a sok lakás mellé, mert én a 11. kerületben élek, az óvodai helyekért ott bankot kell rabolni, és az iskolai helyekért meg ölni kell. Ölni. Tehát, hogy olyan szinten nincs meg az alapinfrastruktúra, ahhoz képest, hogy milyen négyes kerület. És abban nagyon sokat kellene fölfejlődni az adott önkormányzatoknak, hogyha engedélyt is adnak ilyen új lakói épületeknek, lakó komplexumoknak a átmosítására, akkor még ott a szabályozási tervező településrendelési szerződésre ezeket az iskola óda, orvosi rendelő és a többi helyiségeket és községként beruházolni. Tehát ez piaci körülmények között is működik. Ha csak Bécsbe elmegyünk ott is, de Stockholmban ez olyan szintig megy, hogy egy nem kérdés, hogy a beruházónak túl azon, hogy ezeket létre kell hoznia, 1%-át a megvalósult lakásállománynak azért kell létrehoznia, hogy azokból szociális bérlakások legyenek, ami önkormányzati tulajdonban kerül. Így kapnak engedélyt. Tehát ebben nagyon-nagyon sokat kéne keresztes politikában is fejlődni. Köszönjük szépen a következő kérdést. Tapasztalt-e pártpolitikai színezetet önkormányzati szinten az ökoérzékenységben? Gondolom, itt arról van szó, hogy ilyen vezetési önkormányzatok inkább ökotudatosak, a másik meg kevésbé valami, tehát hogy létezik ez? Meglepő módon nincs ilyen töréspont. Tehát, hogy kerület szinten vannak olyan oldali vezetési önkormányzatok, ahol elég mélyen van ez az ökológiai szemlélet jelen a városvezetésben, vagy adott
polgármesteré vagy, vagy a képviselői szinten. Például ilyen baloldali vezetési önkormányzat, ahol ez elég magas szinten van, a 12. kerület, vagy a 17. amikkel konkrétan vannak ilyen pozitív tapasztalatai. És sajnos van több olyan baloldali vezetési önkormányzat is, ahol viszont nem tapasztaljuk ezt a fajta szemléletet. Tehát, hogy ez nem egy ilyen jó. Tehát azt szoktam mondani, hogy az, hogy milyen levegő címünk, az egy közös érdek, és van, az nem kérde, hogy ilyen pártpolitikai kevés nagyon mentor legyen. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sok múlik az adott vezetőnek a személyes attitűdjein, vagy amit hozott ebbe a városvezetői pozícióba kívülről, hogy ez működtethető, hogy működik-e, vagy nem. Szerintem a zöld kérdést nem tudja kisajátítani egyik oldal sem. Ez valahogy második. Köszönjük szépen. A következő kérdés: el fog-e készülni a déli körvasút projekt? Egyszer biztos. Erre van egy olyan történet, hogy a Hungária körutat az 90 évig. Minden egyes fővárosi szabályozási tervben tulajdonképpen szerepeltették, hogy egyszer majd megvalósuljon. Hogyha ezt egyszer kihagyták volna, és azt mondták volna, hogy de ezen a szakaszon inkább építsük valamit, és úgyse lesz ebből semmi, akkor már nem lenne Hungária a körút. De hát 90-ben történt. De 1955-ben is ott volt már terveken. Hát a városfejlesztés az ilyen hosszú van. Gondolkodnak-e lombkoronasétány létesítésén a Népligetben? Esetleg kilátók létesítésén a Nagykörút mentén? Ennyiben sem. Köszönjük szépen! És az utolsó kérdés, az valójában nem is egy kérdés, hanem egy köszönet nyilvánítás, így hangzik. Nem is tudtuk, hogy önnek köszönhetjük a Tamariska dombot. Köszönjük szépen a csepeliek nevében. Köszönjük szépen egy kis magyarázatot ehhez. Hadd kérjünk. Én miután végeztem az egyetemen, utána egy évig voltam gyakorlatban a Várostervező Intézetben, ami még egy, ugye a szocializmusban tervező intézetekben lehetett egyáltalán tervezni, és ennek egy csökevényeként a 90-es évek végéig fennmaradt a VÁPI, Várostervezési Intézet. Én ott egy évet írtam, egyébként nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem, tehát nem akarok panaszkodni, de az egy ilyen nagyon régi megkövesel struktúra volt. Utána az Egyesült Államokba mentem, és mikor visszajöttem, akkor reatáztam, hogy én nem akarok itt megöregedni ebben a vállalatban, és akkor magánvállalkozó lettem, viszont nagyon sok ilyen éppen akkor alakult várostervező cégnek elkezdtem bedolgozni tájépítészként, és az első olyan munkám, ami már végzett gyakorlatot szerzett diplomázott tájépítőszként volt, az a csepeli építési szabályzatnak az elkészítése volt. És akkor volt a Farkaserdőben az napi renden, hogy a Farkaserdő az a középkorban teljes egészében erdő volt. Ez egy olyan homok kordalékunk, ami az Ős-Dunából keletkezett, és ezt telepítették aztán be fenyővel, fekete fenyővel jellemzően. És hát ahogy a város elkezdte megenni az ő felületeit, szépen lassanában az erdőből kertváros alakult, és az egyik utolsó ilyen zárványa volt a Tamariska domb, és gyakorlatilag ennél a 2000-es évek, azt hiszem, 2000-ben készült az a terv,
vége, ennek az egyik nagy tétje az volt, hogy az önkormányzat engedje beépíteni ezt az utolsó megmaradzárványt. És akkor ott egy elég pályakezdőként egy ilyen nagyon bátor, meg karakán álláspontot képviseltem, és hát körülbelül szakadt tájéküzöltem az erre, hogy ne legyen egy beépítési terület. Nem lett. Valamilyen csoda folytán. És később ez helyi természeti védelmet nyert, majd megint később, most már országos védelem alatt áll. Úgyhogy ez az én hozzájárulásom a Csepeli zöld területek megőrzésére. Bárnyi köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Önöknek a türelmet, hogy így levegő nélkül is bírták végig. Megköszönjük, hogy eljöttek, jöjjenek legközelebb is, és